hogy egy kicsit a nosztalgiázási hangulatot még jobban megjeleníti. S végül mondjuk egy praktikus információt, hogy a menetrendben a honnan tájékozva, van-e honlap, információ szeret, aztán bármi, ahonnan képet kaphatnak. A információkat a Zalaerdő honlapján lehet megtalálni, itt a közbélú tevékenység fejezet alatt az erdei vasúttal kapcsolatos dolgokat meg lehet találni. Ezen kívül természetesen az országos honlap, a kisvasút honlap, amit meg lehet találni. Ez a két olyan honlap, amelyiknél a szakmai berkekben a kollégákkal tudunk egyeztetni, hogy erre mi kerüljön, hogyan kerüljön, és pontos információk legyenek. A különböző lakott területeknek a honlapját nem tudjuk mindent végig ellenőrizni, tehát lehet olyan információ, ami nem aktuális. Ezért menetrendünket minden esetben tényleg az üzem elérhetőségét megkérdezni, vagy a Zalaerdős honlapot megnézni. A nyomtatott változatban megtalálható még a MÁV nagy menetrendjében, a 303-as mezőnyben található a mi erdei vasútunknak a közlekedése. Nagyon köszönjük válaszolat, és egy biztos, hogy ön most a nézőink között sokan irigyik, már a munkája miatt, hogy egy boldog emberet beszélgetünk. Megérkeztünk egy olyan kereszteződés, az egy főútvonal alatt keresztezve a mi központban voltunk, hogy mi történik ilyenkor, azt megnézzük, mert ilyenkor hát azokat le kell állítani a forgalmat. Most ezt. Oké, azok szépen megállnak, mi is kiállunk ide, és így a kis vonal zöld jelzést kap, és átmehet. Ugyanakkor mellettünk azok a vágányok, amik a lenti laktanyában vezettek, iparvágányok, hát lehet, hogy nem használtuk. Most már jöhet is a vonat, azt mondta az, hogy jöhet a vonat, úgyhogy a T50-es mozdonyunk elindul. Az út végén megállni, ott fölszállunk az ural együtt. Hát így néz ki egy ilyen átkelés, közben ott is megállnak. Na. És bármilyen szerettük volna mi elkérni a gyermekkorom a palacsintasi tömhelyezett eszköz nem lehet. Szabályozottan a szemületei tényleg nem lehet, úgyhogy csak dumálni tudtam róla, nem tudtam megállítani a forgalmat.